mi örömünk, mert az Isten háza öltözött fel méltó ünnepi ruhába. Épes a szívünk, hogy itt a lelkek megkapták Istentől azt a nagy kegyelmet, hogy szép templomunkat akként megszerették, és sok áldozattal, pénzzel, munkával olyan szépé tették. Nagyobb az örömünk, hogy ezt érsek a gyermek is látja, látja templomunkat, és eljött, hogy megáldja. Ó, hát, legyen áldva, legyen érte áldva, ezért imádkozzunk, ez mindnyájunknak imádságos vágya. Isten hozta érsek atya. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Főtisztelendő érsek az Úr. Nekint tisztelettel köszöntöm az Egri Főegyház megye érsek főpásztorát itt Végardóba ezen a szép ünnepi alkalmon. A jelentős múltra visszatekintő község életével pontos nap a mai, mert a megújult katolikus templom megáldására érkeztünk, s ez szép alkalmat teszi teljesebbé érsek úr jelenléte. Mi, akik a trianoni határ legszélén élünk, tudjuk csak igazán értékelni a hit megtartó erejét, Isten áldó kezét. A megújult ablakok ezer éves múltnaptal kötnek össze Szent István királytól, az Árpád-házi szentekkel együtt érezhetjük át a vallás fontosságát, nemzet megtartó erejét. Más szervező erő nélkül az emberek csak itt találhatnak igazi közösségre. Köszönjük érsek úrnak, hogy elfáradt hozzánk, megáldja a felújított templomot, s együtt imádkozik velünk a szentmisek keretében, s adja ránk főpásztori áldását a befejezéskor. Kérjük Isten, segítse munkájában, adjon testi-lelki erőt feladatai teljesítéséhez, mert minden élet kő egy épületben, hang egy tenger mormolgatta dalban, sorsokból szőtt óriási szőnyeg, Isten szőtte hattyúforma dallam. Isten hozta. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő érsek atyai, nagyon rövid leszek. Tiszatónál találkoztunk legutóbb, bérmáláson, hát belecsöppentem ide, mint Pilátus a krédóba egy kicsit, tehát, hogy ideiglenes plébánosként szeretettel köszöntöm az érsek atyát, és azt kívánom, hogy sok-sok ilyen örömben legyen része, hogy az, amit most kap, mert mi is szeretnénk adni sok-sok örömet, ami a szívünkben van, hiszen öröm az, hogyha van egy